Idén is meglepték nem csak a szülőket, hanem a város vezetését is az Együtt egymásért nappali ellátó fiataljai farsangi műsorukkal. Az intézmény több mint 10 éve segíti a szellemi és testi fogyatékossággal élőket. Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere köszöntőjében mondta, mindig nagy örömmel vesz részt az intézmény ünnepein, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy név szerint ismeri a fiatalokat. Idén a város vezetése, elismerve a nappali ellátóban folyó magas szintű munkát, megemelte a működési költségre megszavazott támogatást. 2,5 millió forintos támogatást biztosítunk az Összefogás Közhasznú Alapítványnak. Bízom benne, hogy ez az összeg elég ahhoz, hogy az állami támogatás mellett és más pályázati források mellett egy olyan kiegészítő összeg, ami stabilan fenntartja továbbra is az intézményt, mert hogy szükségre van rá, az nem kérdés számunkra. Álom Gyöngyi, az intézmény vezetője elmondta, tavaly kibővítették a működési területüket, illetve az intézménybejárók létszáma is nőtt. Az alapítvány több pályázatot is nyert tavaly, így vehettek részt lovasterápiás foglalkozásokon, valamint egy 3 napos erdei iskolába is eljutottak a fiatalok többek között. 3 új ellátottunk van, egyik májusban, a másik pedig szeptemberben kezdett. Az ellátási terület is bővült, Komló, Óbánya és Szekszárdról vannak ellátottjaink még. Az Együtt egymásért nappali intézmény minden fontosabb városi rendezvényen igyekszik részt venni, megmutatni magát. Az intézményben többek között palackzsugorítással, szőnyeg- és lábtörlőkészítéssel is foglalkoznak a fiatalok.